Sziasztok! Stauk Viki vagyok, itt vagyunk a Műpánál a Budapesti Wagner napokon. És abban a csodálatos élményben lesz részem, hogy interjút készíthetek Fischer Ádámmal, az esemény sorozat művészeti vezetőjével. Ha kíváncsiak vagytok rá, gyertek, tartsatok velem! Az első kérdésem az lenne, hogy több ember gondolja azt, Wagner operái hosszúak és unalmasak. Ez valóban így van, -e, Vagy ez egy téves gondolat? Wagner operái hosszúak. Ha Wagner operái unalmasak, akkor a karmestert kell szidni. Ezek abszolút nem unalmasak, és annyira tartalmasak, csak hát a mi feladatunk az, hogy ezt, ezt, ezt kidolgozzuk, és ne, ne rejtsük el. Tehát a mi felelősségünk, az előadó művészek felelőssége nagyon nagy. Wagner az a legizgalmasabb zenék egyike. A fanatikus opera rajongók között is megosztó Wagnernek az operái. Hogy ez, ennek mi lehet a titka? Talán az, hogy ezek nem is operák. Ezek ilyen de tehát ilyen át, á, általános művészet, itt nem énekelni kell, hanem egy énekbeszéd, ez egy teljesen új stílus. Amit Wagner hozott, az teljesen új volt akkoriban. Tehát itt, itt színésznek kell lenni, itt elő kell adni, itt át kell élni a, a zenét, és ez ez nem olyan, mint az akkor népszerű olasz opera. Aki az olasz belkántót szereti, az, hogy valaki kiáll és valami szép dallamot elénekel egy áriába, és három verszakba, és akkor utána tapsolnak, az wagner nem, nem az kapja, amit szeretne. Tehát azt mondanám, hogy a belkántó operák rajongói, az nem azt jelenti, hogy azok wagner szeretik. De az biztos, hogy a Wagner rajongók, aki egyszer wagner megérti, annak Wagner az egy kábítószer lesz egész életére. Van egy ilyen köztudat dolog, hogy a színészek, előadó művészek, bárki, aki egyébként a színpadra lép, egy-egy előadás során fogy, Magából az a nagyon megterhelő színpadi jelenlét. Ez a karmesterekre is igaz? Szokott lenni? Van ott olyan kardió, vagy ez csak a Wagner operák esetén? Én nem szoktam előadás után megmérni a súlyomat. Lehet, hogy van, de az biztos, hogy a Wagner operáknál speciálisan nem érzem a fáradtságot. Ez lehet egy veszély, mert azért valószínűleg fáradt vagyok, de az biztos, hogy amikor legelőször elvezényeltem a ringet, négy este egymás után, 16 óra zene, hogy elő előtte nem hittem, hogy bírni fogom, és, és, és kérdeztük, és mit lehet csinálni, és hogy lesz, és mennyire leszek kifáradva. És amikor az utolsó taktust elvezényeltem az Istenek akonyában, az volt az érzésem, hogy előről tudnám kezdeni az egészet. Abszolút nem voltam fáradt. Mi a különlegessége annak, hogy a műpában négy egymást követő este játszák el a ring előadásait? Az énekesekből mindent, az utolsót kiszívja ez az előadás, és hát sajnos az opera operisták 150 év alatt, most már majdnem 150 éves a ring, hát ellustultak. És aztán megállapították, hogy könnyebb azt úgy előadni, hogyha két-három nap van közt, és könnyebb, hogyha még egy hét, és akkor ezt. És és és, és, elustultak. és 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 ezt én nagyon-nagyon rossznak tartom, mert ez egész másképpen hat az emberre, ha úgy adjuk elő, ahogy Wagner akarta, és azért adjuk elő itt a műpába, úgy, ahogy Wagner akarta, négy nap alatt. És ígérhetem, mindenki azt hiszi, hogy fáradt lesz. És nem lesz fáradt. És nem. Tehát újra tudná egyébként akkor az ember is, nem csak ön, hanem az ember is. Ez, egy, ez egy, egy teljes. teljes feloldódás a darabban négy napon keresztül, nem csinálhatok semmi mást. Ez természetesen a privát élet, az nem működik ez alatt a négy nap alatt, de megéri. Bajrajtban szeretett jobban vezényelni, vagy itt a mipában? Na most ez egy más, bár egész más feladat. Meg kell itt sokkal könnyebb, mert Bajrajtnak az a specialitása, hogy nem hallják egymást a résztvevők, és a karmesternek a koordináló feladata sokkal inkább az együttjátszás technikájára megy, és sokkal kevésbé tudom irányítani, vagy nehezebben tudom irányítani a zenét. Én, nekem az volt rögtön az első alkalom, az volt az érzésem, hogy itt a műpába másképp szól Wagner, egész más oldaláról tudom Wagner megmutatni. Ez, ez is benne van a zenéjében. És mondjuk én nem akarok túlozni, de majdnem az volt az érzésem, hogyha Wagner ismerte volna a műpát, akkor nem építhetni meg Bayreuthot, mert annyira érdekes előadást tudunk itt csinálni. Bayreuth más, a műpa más, és két különböző oldalról mutatjuk meg Wagner zenéjét. Egy utolsó kérdésem lenne, hogy mi volt ennek az első találkozása Wagnerrel? Van esetleg valami gyerekkori történet? Ajé! Nyolc éves voltam, meg kellett hallgatnom a családommal együtt a Tannhäuser, Bayreuth, rádió közvetítését, és az valami rémes volt. Nem értettem egy szót se, se tudtam, hogy micsoda, és aztán áhítatlan ott kellett ülni. Borzalmas élmény volt. És hogyha ennek dacára nekem később sikerült meg szeretnem Wagnert, az azt jelenti, hogy Wagner teljesen ö, egyedi, ö, óriás. Én nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést, és, és rettenetesen hálás vagyok most ezért, mert engem most ez nagyon felvillanyozott, tényleg nagyon felvillanyozott. Remélem, nem hogy is mást is fel fog villanyozni, mert, mert megéri. Szóval a, ha, ha valaki rájön Wagnerre és Elmír Wagnerre, akkor az élete többet fog jelenteni.